Ha egy kis lépéssel is, de valamennyire mégis közelebb kerültünk a járvány előtti élethez. Pénteken helyszíni sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a napokban újra megnyílt a gyulai Almási Kastély látogatóközpont kávézója és az ajándékbolt. Az ajándékboltnak a kínálatát annak idején úgy építettük föl, hogy a megyében dolgozó kisvállalkozók, népművészek által készített ajándéktárgyak vannak elsősorban. Tehát egy picit azt gondolom, hogy a gazdasági élethez is hozzá tudunk azzal járulni, illetve ha valaki névnap, születésnapra ajándékot szeretne, akkor akár itt is tud olyan termékeket vásárolni, amelyek színvonalasak, igényesek, és ami fontos, hogy helyben készültek, legfeljebb Békés megye határain belül gondolkodtunk, amikor összeállítottuk a kávézó kínálatát. Az eseményen Görgényi Ernő polgármester kiemelte, hétfőtől jelentős enyhítések léptek életbe, de az igazi áttörésre még várni kell. A város minden esetre készül arra, hogyha a régi kerékvágásban újraindulhat az élet, akkor minél gyorsabban menjen az átállás. Addig, amíg a jogalkotók, illetőleg az illetékes hatóságok vezetői nem alkotják meg azokat a szabályozókat, amik a járvány elleni védekezés érdekében szükséges biztonsági intézkedésekről szólnak, amíg nem ismerjük meg azokat a szabályozókat, amelyek részletesen ismertetik, hogy milyen feltételek mellett lehet működtetni, üzemeltetni azokat a közösségi tereket, amelyek turisztikai vonzerővel is szolgálnak, és amíg nem jelennek meg azok a jogszabályok, amik arról rendelkeznek, hogy mikortól nyithatjuk meg ezeket, addig mi sem tudjuk a döntésünket meghozni. Kónya István alpolgármester kiemelte, a járvány kapcsán is elsődleges szempont volt a munkahelyek megőrzése. Látjuk nagyon jól, hogy a munkaerőpiacon nem olyan egyszerű találni megfelelő, jó képességekkel rendelkező, kommunikatív, jelen esetben ugye a kastélynál olyan személyiségeket, akik megállják a helyüket, nem kell betanítani. A látogatóközpontban továbbra is nagy figyelmet fordítanak az óvintézkedések megtartására, a biztonsági előírások betartására, és már a magenta színű maszkok is elkészültek a női munkatársak számára.